A 42. Mária Gyüdi ifjúsági találkozón egy kiváló együttes, az Azzó zenekar szolgáltatta a zenét a záró szentmisén vasárnap is, csak úgy, mint a többi napon. Ők a székesfehérvári Antiochián jöttek össze, mely a plébániára alapuló szolgálatot jelent, melyet a fiatalok végeznek fiatalok körében. Többféle zenét játszanak, nem csak a megszokott, ismert egyházi dalokat, mondta vezetőjük Izmén Dízsák. Vannak, akik például ezen felül önszorgalomból könnyű zenei képzésre járnak, onnan is nagyon sok nézőpontot, nagyon sok technikát hozunk be, és igyekszünk minél inkább az igényességre törekedni, de emellett az első számú célunk az, hogy szolgáljunk másoknak, és ebben a legjólesőbb érzés a visszacsatolás, amikor jönnek és megdicsérnek minket, hogy mennyire jó volt, mert tulajdonképpen amikor mi kritikusak vagyunk magunkkal, akkor arra jövünk rá egy idő után, hogy oké, mi magunkkal szemben lehet, hogy szőrszálhasogatóbbak vagyunk, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy a közönség és az itt résztvevő fiatalság ebből merítkezzen. És nagyon jó volt például tegnap is látni, hogy nagyon sokan becsatlakoztak a szentségimádáson olyan énekekbe is, amik még nem voltak annyira ismertek. Már egy éve elkezdték szervezni a találkozót Kovács József ifjúsági referens atya közreműködésével. A főszervező Kemény Fi Gáspár elmondta, heti szinten lépésről lépésre haladtak a szervezési feladatokkal. Sok teendő volt idén is, de tapasztalattal rendelkezik, ugyanis már második éve ő fogja össze a rendezvényt. A találkozónak a hit és az imádság volt a témája, tehát ezzel kapcsolatban voltak műhelyek. Volt Biblia műhely, ahol segítettek a Bibliát értelmezni, illetve ima műhely is volt szerzetesekkel, zenei aláfestéssel. Én részt vettem egy mozaik családos műhelyen, hogy hogyan tartsuk meg a hitünket, amikor szétdarabolódik egy család és összeáll egy új. Egészen elképesztő az ő történetük, akik tartották a műhelyt, és a hitük az lenyűgöző. Tehát különböző fajta műhelyekben igyekeztünk összefoglalni a témakört, és a visszajelzések alapján ez sikerült is. A négy napos találkozóra több mint 100-an regisztráltak. A programról további beszámoló várható. Legközelebb 2 év múlva lesz Mária Gyüdi ifjúsági találkozó, jövőre ugyanis szent év lesz, ami más program szerint zajlik majd egy másik helyszínen. Ez a vasárnap még azért volt különleges, mert új misés papok mutattak be szentmisét.